azt mondtam a Csejdinek, hogy az milyen jó ötlet volna, hogyha 15 percet hallgatnék. A Csejdi azt mondta, hogy ez nem jó ötlet. Elvileg jó ötlet. Egyszer 1980-ban kellett németül felolvasnom, és akkor még soha nem olvastam. Hogy kell ezt mondani? Lettem, légyen volt németül, és nagyon izgultam volna. Ezért azt találtam ki, hogy előtte Magnóra fölmondom, és alá tátogok. Mert hogy tátogni mertem. És egyébként is magyarul tátogtam volna német szavakat. És ugye ez is olyan volt, mint ez, hogy kezdetben jó ötletnek látszott, mert hogy valóban meg is csináltam, katasztrofális volt, mert hát ez 3 másodpercig működik, és utána már csak elvileg működik. Tehát 3 másodpercig vidám, ahogy tátogok, de utána csak idegesítő. Most itt ugye az a hiba történt, hogy ugye egyrészt az a sunyiság volt, hogy nem ment az óra. Tehát nem, viszont a koncepcióhoz hozzátartozott, hogy nem nézem meg az órámat. Egyszer már ezt csináltam, hogy a beszéd része volt az, hogy akkor most itt tartok egy kínos csöndet. És akkor elkezdtem tartani a csöndet, de ugye, hogy kínos legyen, ahhoz túl hosszúnak kell lenni. Most nagyon nehéz csöndbe lenni. Tehát, hogy önök most nagyon fegyelmezettek voltak, tehát, hogy nem feszengtek, meg nem tudom micsoda, de hogy az nehéz dolog. Tehát ott is azt csináltam, hogy számoltam magamba, hogy 20 előtt nem kezdek újra beszélni, de 15-nél elkezdtem, mert én nem bírtam a feszültséget. Most itt is azt hiszem, hogy 1 perccel hamarabb hagytam abban, mint kellett volna, tehát hogy a kínosságot elérje a dolog. Egyszer voltam a Tábori György, akinek a nevét ott csak úgy mondták, hogy George Tábori, próbáján, és lement a próba, akkor már nagyon öreg volt. Nem tudom, tudják-e, hogy néz. A Tábori úgy nézett ki, mint egy öreg oroszlán. Fantasztikus. A legszebb férfi volt, aki hihetetlen gyönyörű férfi volt. Tehát most a melegek házasságára nem tének ide, de hát én éltem, haltam értett több oknál fogva is. De akkor már nagyon öregnek látszott, és ugye elvileg a színházban a rendező a főnök, de nem láttam volna, hogy van ereje ehhez. Ott ült egy az ő székén, és nagyon egy összetört öreg ember volt ebből a gyönyörű fejjel. És a színészek próbáltak valamit, és aztán újra próbáltak valamit, és én tehát tudtam már, hogy mi jön. És véletlenül leesett az asztalról egy valami. Ilyen nagy puffanással, és ez a puffanás ilyen hihetetlen agressziót teremtett a színpadon, és a színészek utána mentek ennek az agressziónak. Tehát elkezdtek, például hangosabban mondtak a következő mondatot, erre a másik még hangosabban. Egy másodperc volt egy ilyen hihetetlen üvöltözéses dolog támad, és elkezdték dobálni, ami a kezük ügyével került, és egy 2 perc alatt szétszették a színpadot. És így hát én megnéztem, hogy hát ez a színház, ez a pillanatnak a micsoda gyönyörű dolog, ez kiszámíthatatlan, ott a színésznek a zsenialitása. Na így leesik akkor az ember a kurva életbe. Miért nem lehet csöndben maradni? Micsába. Az ember hatalkod, gyarapít, haza meg baszik fényrendelünk. Most már mindegy, mondom. Szóval, hogy ez a Lexus, amikor az ember azt hiszi, hogy
lehet színészkedni. Amikor színészekkel van együtt az ember színpadon, akkor van rá, micsoda, ráfaragás. Mert az ember azt hiszi, hogy tud jól felolvasni, és én jól tudok felolvasni, de hát nem kell több visszamondani a többieknek, de csak ezek között tudok jól felolvasni. Tehát az azt jelenti, hogy az ember a hangjával tud három dolgot körülbelül csinálni. A sok. A Kornis Mityu azt tud ötöt, tehát mert ő nagyon jó, és egy közepes színész is tud 15-öt. Ugye az az előnye van meg a szerzői felolvasásnak, hogy abba bele lehet bakizni. De az mindig azért nagyon kellemetlen. A pláne, hogy az ember megpróbál színészkedni, és akkor ott van egy színész mellette, akkor az nagyon nem jó. Visszatérve már most választott témánkhoz, tehát állnak ott lihegve a színészek, és néznek a táborira, hogy a mester akkor az elismerés, mert ők is úgy gondolták, hogy én, hogy ez micsoda színházi pillanat. És akkor azt mondja ez az öreg ember, mint az utolsó szavait mondaná, hogy jó, ez nagyon jó volt, amit csináltatok. És ha nem csináltátok volna, az még jobb lett volna. Tehát ez kicsit ilyen volt az én Kécs parafrázisom az üres, a csönddel. De akkor azt gondoltam, hogy akkor a csöndre fő. És persze a legfontosabb mondatot elfelejtettem. Ezért fölírtam magamnak, de aztán láttam, hogy senki nem veszi elő a papírját, és akkor én sem fogom elővenni, égetem magamat. Mert akkor most menjünk vissza. Tehát most fejezem be a csöndet, és akkor azt mondom, na, idáig tartott az őszinteség. Ugye ezt jó kitaláltam. Csak elfelejtettem. És a csöndet akarom mesélni, hogy ugye más országokban más a csönd kvóciens. Mi úgy tanultuk meg, vagy úgy vagyunk szocializálva, hogyha egy társaságban csönd van, az kínos, tehát hogy beszélni kell. Emlékszem, akkor egyszer egy ilyen német rokonnál voltunk, ezek ilyen királyok, hercegek, grófok, tehát nagyon jól nevelt emberek, és akkor átjött a szomszéd, aki egy ilyen utálatos pali volt, és akkor jeleztük az utálatunkat, és nem beszéltünk vele, és akkor elment az ember, és akkor az anya őrjöngeni kezdett, a rokon anya, hogy 10 percet bárkivel kell tudni beszélni. És voltam egyszer Izlandon, és hát ott meg aztán olyanok, mint meg annyi Bodor Ádám parafrázis. Hogy az Ádám olyan, hogy hát ilyen hát olyan, mint egy, tehát minden második nap mond egy szót, az egy elég fontos szó, de ha válaszolsz, akkor tudod, hogy túldumáltad már a dolog. És meghív egy ilyen izlandi családhoz, nem tudom, hogy az izlandi életet mélyebben ismerje meg az ember, már nem emlékszem, miért kellett oda menni, és volt tolmács, és hát ilyen csöndben ülünk, és ugye egy európai, mert ebből a szempontból Magyarország Európa, tehát akkor ez még nem számított szégyennek, és egyre kínosabb volt, és akkor hát én meg akkor átmentem ebbe a zsúrfiúba, és mondom, hogy a helyi koncerteken hány néző szokott lenni, mire azt mondja nekem az ott magát kiismerő tolmács, hogy 37. Mondom, tehát nem mondom szó szerint, az előbb már volt bazd meg, úgyhogy nem. De figyelj, bazd meg, ne válaszoljál, fordítsál. És ez mindig így ment, mert ő mindig tudta, mert baromi fontos kérdéseket tettem föl. Mert ott szóba kerültek aztán a tehenek, mondom is, hogy hány tehén van. Hát érti, az olyan, mint az én izém, nézzük az órát, tehát hány tehén van, avval is elmegy egy kis idő. Mondja, hogy 18. Mondom, nem érdekel, hány tehén van. Mondva. A fordítókkal sokszor van az embernek szerencséje.
most olyan, mint a Hohmetz szólnék, hogy egyszer Izlandon vagyok, egyszer Mexikóban, csak a hitelességet elmondom, hogy Mexikóban volt ez, hogy ki volt rendelve egy tolmács lány, és nagyon helyes tolmács, vagy nem helyes, újra kezdem, nagyon szép tolmács lány volt, de ennek a történethez semmi köze nincs, csak mondom, hogy egy szép tolmács lány volt. Magyar volt, tehát magyarul nagyon tudott, és anyanyelvén vagy apanyelvén szinten tudott spanyolul is, tehát az is baromi jó volt. És volt egy előadás, és kis rövid mondatok voltak, és minden mondat után dőlt a közönség, és mindig csak ilyeneket hallottam, hogy Wittgenstein, és dőlt a közönség, és kérdezem, hogy mit mond, az, hogy később. És akkor megint egy mondat hallom, hogy Camus-ba abszolút röhögnem, mondom, Camus-ba kapcsolatban hogy lehet nevetni, mindegy, lehet. És volt vagy ilyen 10 mondat, végigmondja, és tényleg izgatottam, mert ugye, miről beszélt, és akkor kicsit ilyen lesajnálón rám nézett, és azt mondta, hogy azt hiszem, az irodalomról beszélt. És mi is így vagyunk, hogy azt hiszem, az irodalomról beszélt. Az Orbán Ottóval és még több emberrel voltunk Svédországban, az ugye ez ugyanilyen hallgatag vidék, Uppsalába, ez nem tartozik a csöndhöz, vagy csak azért, hogy de lehet úgy mesélni, hogy hozzátartozik, hogy Uppsalai dómba mentünk, és a nagy csönd van, de ez most nem érdekes, hanem hogy csak hogy ezt levonatban még lehet javítani. És akkor Sekrecsébe hirtelen megszólal a telefon, mire az Orbán gondolkodás nélkül, ki az Úristen az? De amit valójában el akarok mesélni, az Uppsalai Egyetem, és az uppsalai professzor, a hungarológiai, nem tudom, micsoda, és körasztal ülünk körbe, senki egy szót nem beszél, és akkor kialakul, vagy a Bart István volt még, és kialakul, mint az osztályban szokott, hogy mindegy, hogy mi van, valaki így csinál, és elkezdünk röhögni. Tehát ehhez képest ugye delegáció voltunk, és nagyon fontos, tehát én is József Attila Díjas, tehát nagyon fontos személyiség volt, és ott vihogtuk így az égbe, de már nem tudtuk, hogy miért, csak a csönd miatt. És akkor megint ez, hogy hát valamit kell, és a professzor is ült egy ilyen, mint a szálfa, egy ilyen svéd, 1,90, és még magyarul is tudott, de azt nem tudtuk meg. És akkor mondom neki, hogy de nem ment semmi, tehát az időjárásról, igen, esély, ez semmi. Nem? És akkor hát véletlenül azt mondom neki, hogy mondja a professzor úr, van önnek családja? És ettől beindult egy ilyen svéd henger. Tudod, kiderült, hogy a fia akkor ment el, mert összevesztek, és átment Göteborgba, és csak mondta, csak mi meg így hátradőltünk, és ez meg csak fecseget. Na mondom, ez megvan oldva. Következő részben jövünk, az Orbán nem volt, de Bart még volt. Közben a professzor elment nyugdíjba, rendesen elment nyugdíjba. És volt az új professzor, aki azonban ugyanolyan hallgatag volt. De mi már tudtuk, hogy merre hány centi, kicsit hagytuk, hogy följön a levébe, majd pedig én föltettem neki a kérdést, és mondja a professzor úr, van önnek családja, amiről azt mondta, nincs. Elvileg kéne beszélnem az esti könyvemről. Ez nem megy előre, ez az óra. Ez hihetetlen. Hát így aztán nem tudom, hogy hol tartunk, de mindegy, nem érdekes. Az estiről, és azt is tudom a csöndhöz fűzni, illetve még előbb azt akarom mondani, hogy a tulajdonképpen újra és újra nem értettem, hogy miért mondtam a Csejdinek igent. Tehát, hogy miért nem zavartam azonnal, hát ahova, tehát, mert tudnék, tehát volna ennek oka az udvariatlanságon túl, hogy tudnék, az egyáltalán nem magától értődő, hogy egy író tudjon beszélni. Miközben egyre inkább, hát ahogy a vicc mondja, hogy van igény rá. Mert hogy a könyv az kevés. Nem nekem kevés, önöknek kevés.
Ezért szeretik látni, hogyha itt szenvednek az írók, mert az olyan érdekes. Érdekes. Meg ugye interjúkat kell adni. Tehát ez ügyben egyébként a legjobb fajta ez a bodorféle beszéd, vagy amit az előbb hallottak, a barnásféle beszéd. Igen, tetszett is maguknak, hallottam, mert mindegy, hogy mit mond, vagy milyen nehézkesen, hirtelen látszik mögötte az a valóságos pali, és az meg mindent visz. De elvileg én ennek ellene vagyok, nagyon nem lehet ellene tartani, vagy kicsiket lehet ellene tartani. Tehát, hogy ez mindig, ott van az ember orra előtt egy kamera, most persze, vagy egy micsoda, mikrofon, persze ez lehet azt mondani, hogy hát ez egy kiváltságos helyzet, de az egy másik történet. Csak az, hogy mindig mondani kell valamit. Miközben én nem beszélő ember vagyok, hanem író ember vagyok. Tehát én elvileg, ugye úgy is beszélek, tehát hogy ha ezt legépelnénk, akkor azért az elég érdekes volna. Tehát a mondat nem volna befejezve. Zárójel, egyébként ez generációs kérdés is. Aki például hallotta, volt a Fejtő Ferencet beszélni, az az egyik legnagyobb élmény. Ugye az akkor már majdnem 90 éves volt, tetszőleges világnyelven tudta ezt produkálni. Tehát úgy, hogy de ez tényleg generációs kérdés, azt hiszem a mi vagy innét lefelé nincs ember, talán a Márton Lászlót kivéve, aki nyomdakészen tudna fogalmazni. Mert ugye én is úgy beszélek, hogy elkezdek egy abba hagyom, lemutogatom, beszédben az rendben is van. A fejt az hihetente háromszoros alárendés, visszatér a főmondathoz, és még egy, és alanyt állítmányt egyeztetés. Nálam nagyon ritka van. Azt az egy dolgot akarom elmesélni az estivel kapcsolatban, hogy azt a nagy élményemet, ugye ez úgy keletkezett, hogy írtam, tehát novellákat írtam, és azt gondoltam, hogy anélkül, hogy tudnám, hogy az mit jelent, hogy folytatni, hogy az Esti Kornélt folytatni. És ezek ilyen én novellák voltak, tehát egyes szám első szemében. És akkor fogtam, és kicseréltem az ént Estire. És az egy hihetetlen következményi dolog. Elvileg tudom én azt, hogyha egyes szám első szeméből egyes szám harmadikba írok valamit, hát akkor az megváltoztatja, mindent megváltoztatja, tehát a történetet, a szövegnek a pofáját megváltoztatja. Ugye itt az is történik, hogy megtörténik velem az, ami a Kosztolányival megtörtént, hogy tudnélik, ő is egy más világba került, amikor leírta azt, hogy Esti Kornél. Én meg kettősen is, mert egyrészt ugyanez az effektus lejátszódott velem, plusz még bemozdult az egész Esti, már megteremtett Esti Kornél világ. Ha most iskolában volnék, akkor feltenném, és gyerekek, hogy hívjuk ezt? Ezt hívjuk tradíciónak. Ezért fantasztikus a tradíció. Mert az nem valamilyen tárgy, amihez hozzá lehet nyúlni, hanem valami, amivel kapcsolatba kerülünk, aminek kapcsán munkát lehet végezni. Az irodalmat ezért lehet csinálni. Egy szigeten egyedül nem lehet irodalmat csinálni. Tehát egy hajótörött, aki csecsemőként kerül oda, tegyük fel, hogy valahogy megtanul írni, azt nem tudom, hogy kell, de hújjon a férgese, az nem tud irodalmat írni, mert csak úgy lehet, hogyha az ember ezt tudja, visszamenőleg, Pázmány Péterek, meg még vissza. Még van 2,5 percem, amit megint, hogy szimmetrikus legyen, hallgatással fogok történni, de nagy jóságomban ezt a hallgatást csak kint fogom folytatni, és addig önök azt csinálnak, amit akarnak. Viszontlátásra.